Nagyböjti bűnbánati programsorozat. A Letáre vasárnap jelentése. Házas misszionáriusok a világ szegényeiért. Itt a római riportokban. A vasárnapi úrangyala elimádkozásakor Ferenc pápa együttérzését fejezte ki az Ekvádorban pusztító földrengések miatt. Ieri in Ecuador un terremoto ha causato morti, feriti e ingenti danni. Sono vicino al popolo ecuadoriano e assicuro la mia preghiera per i defunti e per tutti i sofferenti. A pápa a vasárnapi evangéliumról, a vakon született ember meggyógyításáról elmélkedett. Siamo felici di dire che Gesù ci ama, che ci salva, oppure o come i genitori del geco nato ci lasciamo ingabbiare del timore di quello che penserà la gente. Köszöntötte az aznap rendezett római maraton résztvevőit és szervezőit is. A pápa arra kérte az ukránokat, hogy tartsák tiszteletben az Ukrajna területén lévő, de a moszkvai pátriárkátushoz tartozó kolostorokat. E penso alle suore ortodosse della Laura di Kiev. Chiedo alle parti in guerra di rispettare i luoghi religiosi. Le suore consacrate, le persone consacrate alla preghiera, siano di qualsiasi confessione, sono sostegno del popolo di Dio. A Szentatya tévesen szerzetes nőket említett, valójában a Lavrai kolostorban férfi szerzetesek élnek. Ferenc pápa ezzel a felhívásával Kirill pátriárka kérését tolmácsolta, aki arra hívta fel a nemzetközi közösség figyelmét, hogy a helyi hatóságok ki akarják lakoltatni a történelmi kolostor lakóit. Ferenc pápa katekézisében az evangelizációról beszélt. Kifejtette, mindenki arra hivatott, hogy másokat szolgáljon. Chi ha più dignità nella chiesa? Il vescovo, il sacerdote? Tutti siamo cristiani al servizio degli altri. Az egyházfő megragadta az alkalmat, hogy kifejezze háláját a szülőhazájából érkezett jó kívánságokért. Quiero agradecer de una manera especial a todas las personas pertenecientes a los partidos políticos y referentes sociales de mi país que se han unido para firmar una carta de saludo con motivo del 10º año del pontificado. Gracias por este gesto. A kihallgatáson jól ismert zeneművek hangzottak fel, köztük Beethoven örömódája és a Misszió című film betétdala. Ferenc pápa egy Fiat 500-as autón érkezett a római Santa Maria delle Grazie al Trionfale templomhoz, majd köszöntötte a rávárakozókat. A templomba betérve röviden imádkozott a szentségi kápolnában található Mária kép előtt. Míg üdvözölte a jelenlévő híveket, a kórus énekelt. Az olvasmányok után a pápa a farizeus és a vámos imádságáról elmélkedett. Arra bíztatott, hogy ne úgy imádkozzunk, mint a farizeus. Io sono presuntuoso. Io mi credo migliore degli altri. Io guardo qualcuno così un po' con disprezzo. Tuo cuore è così. Andrai all'inferno, eh? Per avvicinarsi a Dio dire Signore, io sono il primo dei peccatori. A pápa nem csak a híveket, de a papokat is arra bátorította, hogy legyenek irgalmasok. Io qui mi rivolgo ai miei fratelli confessori oggi. Per favore, fratelli, perdonate tutto. Lasciate che la gente dica le sue cose e voi ricevete quello come Gesù, con la carezza del vostro sguardo, con il silenzio della vostra comprensione. Per favore, il sacramento della confessione non è per torturare, ma è per dare pace. Homiliája után csendes lelkiismeretvizsgálat, majd szentségimádás következett. Ferenc pápa a csendes ima után gyóntatott is,
ezzel megnyitva a 24 órás gyónási lehetőséget, amellyel bárki élhetett. Ferenc pápa Najib Mikati libanoni miniszterelnökkel való találkozása során aggodalmának adott hangot az országban eluralkodott társadalmi-gazdasági krízis miatt. Kiemelte, hogy a kereszténység jelenléte nagyon fontos Libanonban, ahol katolikusok is élnek. A találkozó végén kölcsönösen megajándékozták egymást a miniszterelnökkel. 2020. augusztusában a beiruti kikötőben történt robbanás hatalmas károkat okozott a libanoni gazdaságnak. Ferenc pápa fogadta a 150 évvel ezelőtt Torinóban Leonardo Murialdo által alapított Szent József kongregáció tagjait. Kifejezte csodálatát az alapító iránt. Si è fatto portavoce della parola profetica della Chiesa in un mondo che era dominato da interessi economici di potere, dando voce ai più emarginati. A kongregáció missziója a fiatal munkásokról és azok képzéséről való gondoskodás. Ferenc pápa találkozott a Humanista Buddhizmus Egység szervezetének tagjaival is, akik célja a buddhista vallás gyakorlás integrálása a mindennapokba. La vostra visita, che avete definito un pellegrinaggio educativo, rappresenta un'occasione privilegiata per far progredire la cultura dell'incontro, in cui ci assumiamo il rischio di aprirci agli altri, confidando di scoprire in loro degli amici, dei fratelli e delle sorelle. In questo modo impariamo, scopriamo di più su noi stessi. A pápa arra bátorította őket, hogy folytassák a nyitottság szellemének útját. Il mio augurio è che questo pellegrinaggio educativo vi conduca, guidati dal pensiero del vostro maestro spirituale Buddha, a un incontro più profondo con voi stessi e con gli altri, con la tradizione cristiana e con la bellezza della terra. Ennek a buddhista irányzatnak az alapítója, Sin Yan, a találkozás előtti napokban hunyt el. Minden hónap második keddjén egy órás szentségimádást tartanak a Szent Péter Bazilika előtt. Az első ilyenre március 14-én került sor, melyet Mauro Gambetti bíboros vezetett, aki a bazilika főpapja. Ez alkalommal a 10 éve megválasztott Ferenc pápáért is imádkoztak. A kezdeményezés a bazilika lelkipásztori programjának a része. Tavaly ősszel a bazilika kiadta a Lectio Petrit, amely elmélkedéseket és reflexiókat tartalmaz Szent Péter életéről. Akkor 2 héten keresztül egy videó is látható volt a bazilika homlokzatán Szent Péterről. A Szent Péter ábrázolások a vatikáni múzeumokban található alkotások képei voltak. Életem legszebb pillanata. Így nyilatkozott Madrid polgármestere José Luis Martínez Almeida a Ferenc pápával való találkozás után. A madridi közösség elnöke Isabel Díaz Ayuso, Carlos Osoro bíboros és Mercedes González kormányképviselő is jelen voltak. A látogatásra az adott okot, hogy 400 évvel ezelőtt avatták szentté Madrid védőszentjét, munkás Szent Izodort. Tajvan szentszéki nagykövetsége kiállítással tisztelget Ferenc pápa megválasztásának 10. évfordulója előtt, amelynek az 5 kenyér és 2 hal címet adták. Gondolkodtunk azon, hogy hogyan ünnepelhetnénk meg. És akkor eszünkbe jutott Ferenc pápa mindnyájan testvérek kezdetű enciklikája, amelyre folyamatosan utalásokat tesz a Szentatya, aki mindig segíteni szeretne a szükségben lévőkön. Erről szól az 5 kenyér és 2 hal csodás megszaporítása is a Bibliából. Ezt a 2 akartuk összehozni az évforduló kapcsán. A nagykövet szerint a kiállítás a Szentszék és Tajván közötti kapcsolatok erősítését is szolgálja. A cím pedig azt is kifejezi, hogy a két országnak közösek az érdekeik, az emberi jogok és a humanizmus.
Tajvan egyik híres szülöttje, a műalkotója. 10 éven át dolgoztam ezen az alkotáson. Nagyon különleges élmény, hogy a nagykövetség megkeresett. A téma a világ világossága volt. Az 5 kenyér és 2 hal egyike a legismertebb bibliai csodás történeteknek, amely arra bátorítja a keresztényeket, hogy gondoskodjanak másokról. A művészt ez a történet inspirálta munkája közben. A csoda tanulsága, hogy osszuk meg dolgainkat másokkal, mert amikor adunk, akkor többet kapunk vissza. Én, amikor eladok egy-egy alkotásomat, akkor igyekszem a bevételből segíteni a szegényeknek és a tajvani egyháznak. És érdekes módon a pénz, amit felajánlok, legtöbbször visszajön. Tajvan Szentszéki nagykövetsége reméli, hogy a kiállítás Ferenc pápa üzenetén túl az ország kulturális örökségét is terjeszteni fogja. A kiállítás június végéig tekinthető meg. Nagybőjt 4. vasárnapján a liturgikus szín liláról rózsaszínre változik. Ezt a napot letáre vasárnap vagy örvendező vasárnap néven is ismerjük. Kifejezi, hogy a nagybőjti bűnbánati idő Krisztus feltámadásának örömével ér véget. A liturgia ilyenkor az Örvendez Jeruzsálem zsoltárral kezdődik. Ugyanez a hagyomány jelenik meg advent 3. vasárnapján is. Celebriamo oggi la terza domenica di avvento. Nella prima lettura il profeta Isaia invita tutta la terra a rallegrarsi per la venuta del Signore che porta la salvezza al suo popolo. Évszázadokkal ezelőtt nagybőjt 4. vasárnapján a pápa a lateráni székesegyházból átgyalogolt a jeruzsálemi Szentkereszt bazilikához, ahol a hagyomány szerint Jézus keresztjének egy darabját őrzik. Egy aranyrózsát vitt magával, melyet Róma prefektusának ajándékozott. Innen ered az a szokás, hogy a pápa aranyrózsát adományoz egyházi vezetőknek, közéleti személyiségeknek vagy a szűzanyának. A rózsa a tél zordságából a tavasz örömébe való átmenetet jelképezhette az ókori Rómában. Ez a füstoszlop a bangladesi Cox Bazar város melletti menekülttáborból jön. Mintegy 2000 sátor égett le, és lakóik elvesztették mindenüket. Többségük rohingya, egy muszlim többségű, hontalan etnikai csoport. 2017-ben 740 ezer embert erőszakkal űztek ki Myanmarból Bangladesbe, ahol most élnek. Burmai aktivisták a hetekben tettek panaszt az ENSZ-nél az országokban tapasztalható elnyomás miatt. Véget kell vetni a militarizmusnak és annak, hogy a katonaság büntetlenséget élvez, bármit tesz. A rohingyákat korábban is üldözték Myanmarban, de helyzetük 2021-ben vált még rosszabbá, amikor államcsínnyel katonai hunta jött létre. Ők kifejezetten a keresztényeket, a muszlimokat és a nőket üldözik, valamint műemlékeket rombolnak le. A nők jogai és a nemek közötti egyenlőség soha nem fog előrelépni, ha a hunta hatalmon marad. Ferenc pápa 2017-ben a Bangladesben és Myanmarban tett látogatása során találkozott egy rohingya csoporttal. La presenza di Dio oggi anche si chiama Rohingya. Nem ez az első eset, hogy ezekben a menekült táborokban tűzvész pusztít. Az ENSZ egyik szerve, a Nemzetközi Migrációs Szervezet 14 mentőautót küldött, és továbbra is foglalkozik a menekültekkel. A mozambiki egyház komoly kihívásokkal néz szembe. A keresztény többségű ország néhány északi területén kisebbségben vannak a Krisztus követők. Ez az egyházmegye muszlim, nagyon magas arányban, majdnem 50%-ban. Aztán van az embereknek egy másik része, akik a tradicionális vallást követik, és vannak a keresztények viszonylag kis arányban, körülbelül 10%-ban. A kihívásokat elsősorban a keresztények és a muszlimok együttélése jelenti. A püspök hozzátette, hogy a két vallás közötti együttélés békés volt az iszlám terrorista csoportok megjelenéséig.
Az egyik ilyen csoport szeptember 6-án meggyilkolt egy apácát, Maria de Coppi nővért. Mozambik másik kihívása az írás tudatlanság magas aránya. Még mindig nagyon magas azoknak az embereknek az aránya, akik az írni, olvasni tudás szintje alatt élnek. A nőknél mondhatjuk, hogy ez majdnem 70%. A férfiaknál talán kevesebb, úgy 40%. Ez nagyon jelentős arány. Az emberek többségének a földeken kell dolgoznia, hogy megéljen. A püspök rámutatott, hogy egy harmadik kihívás a szeminaristák képzése. Az egyházmegyének jelenleg sok szeminaristája van. Nagy kihívás, és ami néha botrányos, hogy nem tudjuk támogatni a tanulmányaikat. Nagy nehézségek árán élünk, hogy ki tudjuk fizetni azt, amire szükségünk van. Az ételt, a ruhát és a képzésüket. Mozambikban évtizedek óta polgárháború dúl a különböző etnikai és vallási csoportok között. Bár 1992-ben aláírtak egy békeszerződést, az ellenségeskedés továbbra is fennáll. Romain és Reina egy missziós házas pár. Régebben egy autóbuszban éltek és járták egész Latin-Amerika szegény vidékeit, hogy humanitárius segítséget és katolikus oktatást nyújtsanak. 6 gyermekük születése után az Irgalmasság Alapítványon keresztül folytatják missziós munkájukat. 2013-ban, amikor a pápa azt mondta, hogy az irgalmasság megváltoztatja a világot, igazságosabbá és melegebbé teszi, akkor ez nagyon megérintette a szívünket. Irgalmat gyakoroltunk az emberekkel, különösen a szegény családokkal szemben. Az alapítvány keretein belül élelmiszert osztanak, órákat tartanak, műhelyeket szerveznek. Romain és Reina története Brazília egy szegény negyedéből indult. Romaint egy pap barátja hívta meg oda azért, hogy újra felfedezze az Istenbe vetett hitét. Így mesélt erről nemrég egy végzősöknek tartott konferencián Chilében. Je me senti muy pobre, muy pobre. Y viví una experiencia en este momento que cambió mi vida. Toda la fe, la cultura católica que había recibido en mi cabeza, de golpe bajó a mi corazón. Romain és Reina Brazíliában találkoztak, ahol együtt dolgoztak a szegény negyed lakóiért. Házasságkötésük után is folytatták a misszionáriusi életformát. Egy általános kihallgatás végén lehetőségük volt, hogy megosszák tapasztalatukat és munkájukat Ferenc pápával, aki meghívta őket a Szent Márta házba. Michelangelo Pietájának egyik legtökéletesebb másolata egy andalusz székesegyházban található. A szobor szinte teljes egészében megsemmisült a spanyol polgárháború idején, de az Artis Splendore a vetítés segítségével új életre keltette. Amikor szemben állsz a szoborral, akkor közvetlenül tapasztalod azt, amit a szobor ki akar fejezni. Egyetlen szó nélkül is számtalan értelmezését nyújtja a Pietának. Ennek a másolatnak az eredete ismeretlen. Egy spanyol konzul talált rá 1931-ben, akinek az édesanyja nem sokkal korábban távozott az élők sorából, és ezt a szobrot szánta a temetkezési kápolnába. A vörös és a kék Márián. A vörös a szenvedést jelenti, és látható a testszín is a fiú testén. Így színesben látod a Pietát, és ami még ennél is fontosabb, hogy az anya szívdobogása életet ad a fiúnak. Moya szerint ez a projekt egy jó példa arra, hogyan lehet újabb közönséget megnyerni a szakrális művészet számára. A Szent Péter Bazilikában található Pietának legalább 80 másolata van világszerte, ez Andalúziában található. A Bilbao kórus 137 éve énekel Európa szerte. Márciusban első alkalommal nyílt lehetőségük fellépni a Szent Péter Bazilikában.
Sok szentmisén énekeltünk már, de nagyon nagy élmény itt a Vatikánban lenni. Sosem gondoltuk volna, hogy egyszer a Szent Péter Bazilikában fogunk énekelni. Idén ünnepli fennállásának 150 éves évfordulóját a Római Spanyol Királyi Akadémia. Az akadémia egy fontos személyisége szerezte a zenéjét a Máté evangéliuma szenvedés történetének, amelyet azóta is rendszeresen bemutatnak. A kórus előadta a darabot már a spanyolországi nemzeti kegyhelyen, Santiago-ban és Montserratban is. Nagy kihívás, mert nincs hozzá referencia. De a zene stílusa miatt mégiscsak tudjuk kötni a korabeli zenéhez. De nincs referencia kifejezetten ehhez a műhöz. Idén vettük fel a zenét, és az eddigi tapasztalatainkra hagyatkoztunk, vagyis inkább arra, ahogy a zene bennünket inspirált. Végül a zene ereje győzött. A csoport találkozott a Szent Szék zenei prefektusával, Pablo Colino atyával is. Spanyolország szentszéki nagykövete is jelen volt a Szent Péter Bazilikában bemutatott szentmisén, amelyen a kórus énekelt. Következő adásunkban Ferenc pápa menekült családokkal találkozik, itt a Római Riportokban.